Hatodik rész. És kiméne onnét, és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai. És amint eljött vala a szombat, tanítani kezdte a zsinagógában, és sokan, akik őt hallák, elálmélkodának vala mondván. Honnét vannak ennél ezek? És mely bölcsesség az, ami néki adatot, hogy így csoda dolgok is történnek általa? Avagy nevezi az az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-e itt közöttünk az önő testvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig mondanékik. Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában és a rokonai között és a maga házában. Nem is tehet valahogy semmi csodát, csak néhány beteget gyógyít meg, rájuk vetvény kezeit. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén, aztán körös körül járja vala falvakat tanítván. Majd magához szólítá a 12-t, és kezdi őket kiküldeni kettőnként, és adanékik hatalmat a tisztátalan szellemeken. És megparancsolá nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálcán kívül, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben, hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. És mondanékik, ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, amíg tovább mentek onnét. Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenük. Bizony mondom nektek, Szodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Kimenvén azért prédikálják vala, hogy térjenek meg. És sok ördögöt űznek valaki, és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítanak vala. És meghallá ezeket Heródes király, mert nyilvánvalóvá lőn az ő neve, és mondta. Keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne az erők. Némelyek pedig azt mondják valahogy Illés ő, mások meg azt mondják valahogy próféta, vagy olyan, mint egy a próféták közül. Heródes pedig ezeket halván mondta. Akinek én fejét véteném, az a János ez. Ő támad fel a halálból. Mert maga Heródes fogadta el és vetette vala börtönbe Jánost Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette vala feleségül. Mert János azt mondá Heródesnek. Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned. Heródiás pedig ólálkodik vala utána és meg akarja vala őt ölni, de nem teheti. Mert Heródes fél vala Jánostól. Igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt. És ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. De egy alkalmas nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galilea előkelő embereinek lakomát ad vala, és ennek a Heródiásnak a leánya beméne és táncola, és megtetszik Heródesnek és a vendégeknek, mondta a király a lánynak. Kérj tőlem, amit akarsz, én megadom néked. És megesküvék néki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom néked, még ha országom felét is. Azt pedig kimenvén, mondta az ő anyjának, mit kérjek. Ez pedig mondta, a keresztelő János fejét. És a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén kéri őt mondván, akarom, hogy mindjárt add ide nékem a keresztelő János fejét egy tálban. A király pedig, noha igen megszomorodék, esküje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király megparancsolá, hogy hozzák el annak fejét. Ez pedig elmenvén fejét vevé annak a börtönben, és előhozá a fejét egy tálban, és adá a leánynak, a leány pedig az anyjának adá azt. A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották vala, eljövének és elvivék a testét, és sírba tevék.
és az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ő pedig mondanékik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan valának a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátá őket, amint mennek vala, és sokan megismerik őt, és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzzék őket, és hozzá gyülekezének. És kimenvé Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdé őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, hozzámenvén az ő tanítványai mondának. Puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba, vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelvén mondanékik. Adjatok nékik ti enniük, és mondának néki. Elmenvén, vegyünk-e 200 pénz áru kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Ő pedig mondanékik. Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg. És megtudván mondának. 5 és 2 halunk. És parancsolánékik, hogy ültessenek le mindenki csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedének azért szakaszonként 100-ával és 50-ével. Ő pedig vette vala az 5 kenyeret és a 2 halat, és az égre tekintvén hálákat ada, és megszegé a kenyereket, és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé. És a 2 halat is elosztá mindnyájuk között. Evének azért mindnyájan és megelégedének, és maradékot is szedének fel 12 tele kosárral, és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak. És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Betsajda felé, amíg ő a sokaságot elbocsájtja. Minek utána pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És amikor beesteledék, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látá őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fúv vala velük, és az éj negyedik szakában hozzájuk ment a tengeren járva, és el akart vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték és felkiáltának, mert mindnyájan látják vala őt, és megrémültek. De ő azonnal megszólítá őket, és mondanékik. Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! Akkor bement hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig magukban szer fölött álmélkodnak és csodálkoznak vala, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. És átkelve eljutának a Genezáret földjére, és kikötének. De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal megismerék őt, és az egész környéket befutván kezdék a betegeket a nyoszolyákon ide-oda hordozni, amerre hallják valahogy ő ott van. És ahová bemegy vala a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék. És valahányan csak illették, meggyógyulának.